Szabó Lőrinc, Debrecen, Részlet. Cókmukkal rakva, félve, és boldogan vitt nyolc éves fiút első utam Debrecen főutcáján. Mindenütt legendát vártam. Hajdukat, s velük törököket, tűzvészt, gájarabot, s a út, s megint beszélni fog, és detronizál. Azt hittem, csupa hős vesz körül. Kis vonat a pöfögött fels alá, mesebeli guruló vaskockas kocsiai. micsoda játék! S vágy, s való között egyszer csak átléptem a küszöböt. Egy bolt felett cégtáblát láttam, és rajta, hogy óriás és ékszerész. Aranybetüket. Megnéztem megint. Óriás. Az. Istenem, e szerint gyúltam ki, itt egy óriás lakik. S hirdeti, hogy mivel foglalkozik. De csak egy percig, egy pillanatig állt el a szívem. Miért ne? Itt lakik. Neki is kell valahol laknia. Mindjárt természetes lett a csoda. S hogy égszerész, s hogy nem ámuldozott senki a dolgon, meg is nyugtatott. Utóvégre más is lehetne ő, az óriás, mondjuk emberevő. Viszont Gulliver is jó volt, szelít. Belestem a boltba. Segédeit láttam csupán. Vártam egy kicsit, a túlsó oldal nagy palota sora fölött nem lépe át. Vállam, nyakam szinte görbült elképzelve, hogyan búvik majd az üzletbe. Sajnos ő késett. Engem sürgetett az idő. Vissza-vissza bámulva, égivak, vittem hát tovább csomagjaimat. Öt napig vártam. Öt teljes napig. Csak apa előtt mondtam valamit a titkomról, de oly zavarosan, hogy meg sem értett. Resteltem magam. Úgy látszik, hogy olyan avult csodák érdekelnek, amiket meg se lát, meg sem említ már régi, igazi nagyvárosi ember Debreceni. Hatodnap aztán ott voltam megint a főutcán, ami csak mese mind emelt, röpített. Szárnyító gyönyör volt látni messziről, hogy tündököl az aranytábla. És odaértem, és elszörnyedtem. órás és ékszerész. Ezt mondta csak a csoda felirat. Ki el az óriásomat? Jajdult a szívem szinte hangosan. Aztán csak álltam, és szégyeltem magam.